Sziasztok! Ebben a videósorozatban azt szeretnénk nektek bemutatni, hogy mi minden található a Magyarok honlapon, illetve a Magyarok tankönyv családban a kiegészítő anyagok között. Úgyhogy egy kisebb utazásra hívunk benneteket a Magyarok tankönyv család körül. Induljunk is neki! Méghozzá ebben az első videóban a honlapnak a szerkezetét, illetve általában a Magyarok tankönyv családhoz tartozó anyagokat szeretném nektek bemutatni. Hogyha rákeresünk a honlapra, ami ugye magyar kötőjel ok.hu néven fut, és rákattintunk a linkre, akkor ugye először a nyitó oldalon találjuk magunkat, nem meglepő módon. Ezen a nyitó oldalon több menüsort is találunk. Itt fönt látjátok, hogy ugye home, tehát itt vagyunk a nyitó oldalon, rendelés, tanfolyamok, workshopok, magunkról és kapcsolat található itt, még ezekről mind-mind ma ebben a videóban nem lesz szó, majd a későbbiekben. Ha valaki ezeket az oldalakat nem magyarul, hanem inkább angolul szeretné elolvasni, arra is van lehetőség, akkor itt az EN menüpontra kell kattintani. A következő sorban látjátok a tankönyvek listáját, tehát A1 plusz, A2 plusz, B1 plusz, B2 plusz, ugye a négy tankönyv és az ezekhez tartozó, ugye kis nyíl mutatja éppen, hogy hol vagytok, az ezekhez tartozó anyagok, oldalak gyűjteményét mutatja. Mielőtt ezekre konkrétan rátérnénk, ezek szerkezete egyébként mindenhol ugyanolyan, megmutatnám, mi található a home oldalon, vagyis a nyitó oldalunkon. Természetesen először egy magyarázat, ugye, hogy hol is járunk, Magyarok tankönyv család oldala, egy kis emlékeztető ugye arra, hogy megkaptuk az innovációért járó európai nyelvi díjat, ugye mai napig nagyon tudunk örülni, és minta oldalakat találunk még itt a baloldali oszlopban, illetve meg lehet rendelni a könyvet, ugye ennyire vagyunk piacorientáltak, hogy gyakorlatilag minden oldalon ezt a képet és a rendeléshez vezető linket megtaláljátok. Lényeges az is, hogy, és erre vonatkozóan itt csak egy megjegyzést találtok, hogy a modell alapú nyelvoktatást követjük, vagy nyelvtanítás módszerét követjük, erről is majd a következő videóban lesz szó. Tehát ebben ma nem merülnénk nagyon bele. Nézzük meg, hogy mi tartozik egyáltalán ehhez a könyvhöz. Nyilván az alfa és az omega az a tankönyv család. Ezért is van ez középen, tehát mind a négy könyv, és ezekhez nagyjából mind a négyhez ugyanolyan típusú kiegészítő anyagok tartoznak. Elsőként a hanganyag. Ugye a hanganyag nagyon fontos, mindegyik könyvhöz több mint 3 óra hanganyag tartozik. Ezeket itt fönt, ugye, hogyha az A1 plusz könyvnél vagyunk például, akkor itt az audio szekcióban találjátok. Egy pillanatra rá is kattintok, és viszlek benneteket oda. Itt le tudjátok tölteni az összes hangfájlt zipben, ami ugye, mivel a technika ördöke soha nem alszik, érdemes mindig letölteni, akkor is, hogyha arra számítotok, vagy úgy tervezitek az órát, hogy ott internetről fogjátok meghallgatni az anyagot. Azért egy kis vésztartalék, az soha nem botorság, ugye, magunkkal vinni. Itt kiválaszthatjátok a megfelelő fejezetet, tehát 1-8 ugye az A1-es könyvhöz, 1-12 aztán a B1-eshez, meg a B2-eshez, és itt találjátok a különböző anyagoknak, különböző hangfelvételeknek a listáját, ezekre rákattintva itt meghallgathatjátok őket. Visszamegyek a kezdő oldalra. A magyarokhoz tartoznak videók is, ezeket pedig itt a videó szekcióban találjátok, tehát hogyha erre rákattintotok, például az A1-es tankönyvhöz, fejezetenként találjátok meg a videóknak a linkjeit, ezek a linkek, ezek a YouTube-on találhatók, YouTube-on van ugyanis egy csatornánk, aminek az a neve, hogy magyarul tanulni, bocsánat,
Magyarul beszélni menő, mert ugye magyarul beszélni menő, és hát magyarul tanulni is menő természetesen. Tehát fejezetekre lebontva azok a videók, amiket használni tudtok, a YouTube-on úgy találjátok meg őket, hogy fejezetekre nem, szintekre viszont le vannak bontva. Menjünk vissza ismét. A kezdőlapra találtok linket a Learning Apps-en készült digitális anyagainkhoz is. Ezekről ma nem ejtenék szót, csak megmutatom, hogy hol találjátok a linket hozzájuk. A kiegészítő anyagok szekcióba kell menni, és a kiegészítő anyagoknál van egy digitális anyagok rész. Tehát ez a digitális anyagok, ahol szintén fejezetekre lebontva találjátok meg a digitális gyakorló felületeket, illetve az Aktív Magyarok, Bauman Tíma csodálatos munkája a könyvekhez, illetve az első könyv első 5 fejezetéhez, ami igazából a ráhangolódást a könyvhöz, könyvre meg a nyelvre való ráhangolódást hivatott megkönnyíteni. Ez az Aktív Magyarok felület, ehhez is találtok itt linket. Ismét visszaugrok a kezdőlapra. Természetesen gondoltunk diákokra és tanárokra is, amikor ezt a honlapot létrehoztuk. A diákoknak a kiegészítő anyagokat érdemes a figyelmükbe ajánlani. Itt jártunk egyébként az előbb is, ugye a digitális anyagok kapcsán, de hogyha megnézitek, itt sokkal több mindent találtok. Itt találják majd a diákok, illetve találjátok majd ti is az instrukciók fordítását. Ugye nagyon sokszor jelzik diákok, hogy megrendeltem a könyvet, minden csak magyarul van benne, én ezzel nem fogok tudni mit kezdeni. Ilyenkor érdemes őket erre az oldalra elküldeni, mert itt az instrukcióknak, ahogy látjátok, ugye 5 nyelven megvan a fordítása, itt találják a diákok a megoldó kulcsot is, mindannyian tudjuk, hogy mennyire sok időt lehet azzal megspórolni, hogyha a megoldásokat a diákok már otthon ellenőrzik, és az órán csak a kérdéseikre fordítunk időt. Szójegyzékek fejezetek szerint, nagy-nagy köszönet ismét a lelkes diákjainknak, lelkes tanárkollégáinknak, akik ezeket a szójegyzékeket elkészítették. Hasznos kifejezések, itt is szintén sok-sok nyelvre lefordítva találjátok ugye a kék, könyvben kék oldallal, vagy kékkel jelzett oldalakat, a már említett digitális anyagok, a mérleg, ami tulajdonképpen összesítést ad a diákoknak arról, hogy mit kell nekik tudni, vagy mit kellene nekik tudni egy-egy fejezet befejezése után. Ezekről majd mind külön is még lesz szó újabb és újabb videókban. Nehéz szavak kontextusbanról úgy szintén, ez tulajdonképpen egy olyan dokumentum, ami abban segít, hogy a nehéz szavak, például pedig, is, akkor, azért jelentését példák alapján mutassa meg a diákoknak. Itt találnak a diákok, ez főleg az önállóan tanulóknak érdekes, egy syllabust, tehát nagyjából ugye milyen ütemtervben érdemes haladni. Ezt, hogyha ugye ebben a 120 órás változatban tanítotok, akkor érdemes ugye a diákoknak is kiadni, hogy ők is lássák azért, hogy milyen progresszióval fognak haladni, ez lehet motiváló. Szóképzésre találtok egy dokumentumot, ami a legfontosabb magyar képzők használatát mutatja be 3 nyelven, illetve nyelvtani összefoglalókat, valamint ez csak ugye az A1-es könyvben van, egy errátumot és az első kiadáshoz, ha valakinek még ez a régi-régi könyv megvan, bizony abban van egy-két dolog, amire nem vagyunk olyan büszkék, a további kötetekben ezeket tulajdonképpen mindig, hogyha valaki jelzett hibát, kijavítottuk, de már errátumot nem tettünk fel a honlapra. Tehát az újabb és újabb kiadások között ennyi eltérés lehet, hogy a későbbi kiadásokban kevesebb, esetleg az elírás, vagy a bármilyen jellegű hiba. Tanároknak is van egy oldalunk, ezt gondolom többen ismeritek már, ezt jelképezi itt ez a kis ikon. A tanároknak szóló oldalt itt találjátok, tehát ahogy mondtam, mindegyik könyvhöz, tehát itt látjátok, ugye B1-es, B2-es, A2-es, bármelyiknél, ugye kis nyíl mutatja egyébként, hol járunk, bármelyikre kattintotok, mindig ugyanazok a menüpontok jelennek meg. Maradjunk most az A1-esnél,
és nézzük meg a tanároknak szóló szekciót. Itt találjátok ugye a megrendelhető könyvet, a megrendelhető posztereket, amiket szintén érdemes megnézni, mert nagyon hasznos elemei lehetnek a tanításnak. Ezekre is szentelünk majd egy külön videót. Kézikönyv a legfontosabb, tehát ez általános ötleteket is tartalmaz, meg kifejezetten feladatról feladatra is lebontja, hogy hol mit érdemes, vagy lehet csinálni. Ez természetesen nem a Biblia, tehát ezek mind csak javaslatok ahhoz, hogy megkönnyítsék a munkátokat. A munkalapok szintén ezt a célt szolgálják, itt kicsit meglephetjük ugye a diákokat olyan feladatokkal, vagy olyan ilyen plusz anyagokkal, amiket még ugye nem láttak korábban. Ezeket is betagoztuk a tanári kézikönyvbe, tehát mindig látjátok, hogy mikor, melyik munkalapot érdemes használni. Aztán itt van a tesztekhez való hozzáférésnek a módja, illetve a tesztek letöltése, hogy ezek jelszóval működnek, a megoldó kulcsok, illetve a tanmenetek, amelyekből az A1-eshez, A1-es könyvhöz csak a 120 órás tanmenetet tettük fel a diákok oldalára is. A többit nem, de ezeket is nyilván meg lehet velük osztani. Az utolsó, és talán egyébként a legérdekesebb, mert módszertanilag a legújabb dolog, ez a szavak kontextusban, erről majd egy külön kisebb ilyen szösszenetben szeretnék beszélni. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy föltöltöttük mi a magyarok korpuszát, tehát az összes magyarokban található anyagot egy szoftverre, vagy egy korpuszelemző szoftverre, amivel nagyon érdekes dolgokat lehet megfigyelni, a könyv mondatait, szavait felhasználva. Ahogy már említettem, erről majd később. Itt találtok, ahogy minden fejezetben is, mintafejezeteket, minden könyvhöz tartozó, minden szekcióban, ugye mintafejezeteket, a munkalapokat, tanári kézikönyvhöz fejezeteket, tehát megnézhetitek, ugye el tudjátok itt dönteni, hogy érdemes-e, vagy melyik könyvvel érdemes dolgozni, mi az, amit ehhez még kiegészítő anyagként kaptok. Én ennyit szerettem volna ebben a videóban elmondani, és mivel megszomjaztam, hogy most inni fogok egy kicsit, úgyhogy egészségetekre, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, nézzétek meg a folytatást, és hogyha többet szeretnétek tudni a könyvekről.